Sok szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban ma arról lesz szó, hogy mit tegyél akkor, hogyha érted az angol nyelvet, de nem mersz megszólalni. Nos, ha érdekel téged az önálló nyelvtanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és hogyha szeretnéd megszerezni a középfokú nyelvvizsgát, akkor lent a leírásban nézz rá a tréningemre. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba. Nagyon sokan vannak, akik értik az angol nyelvet, tudják, hogy mit kérdeznek tőlük angolul, vagy tudják, hogy miről folyik éppen egy aktuális társalgás, csak éppen nem tudnak reagálni, nem tudnak válaszolni az elhangzottakra, vagyis egész egyszerűen nem mernek megszólalni angolul. Mit lehet ilyenkor tenni? Mit lehet ebben a helyzetben tenni? Nos, van egy jó hírem és egy rossz hírem. A rossz hírrel fogom kezdeni, hogy gyorsan túl legyünk rajta. Nem létezik olyan Jedi trükk, varázspirula vagy csoda tanfolyam, ami egyik napról a másikra megoldja neked ezt a problémát. Teljesen mindegy, hogy ki mivel hirdeti magát az interneten, ilyen sajnos nem létezik. Viszont van egy jó hírem, a jó hír pedig az, hogy van megoldás erre a helyzetre. Tudnod kell, hogy ez egy stáció, egy időszak az angol nyelvtanulásban, és ezen az időszakon, ezen a stáción minden egyes nyelvtanuló keresztül megy. Tehát egyáltalán nem vagy egyedül, egyáltalán nem vagy kivétel, valaki gyorsabban letudja ezt az időszakot, van olyan sajnos, aki viszont évekre ebben a helyzetben ragad. Nos, egyetlen módon lehet ezen a helyzeten változtatni, egyetlen egy lehetőség van, beszélj, beszélj és beszélj minél többet angolul. Már is mondom, hogy hogyan csináld. 1. Ne tanuld, hanem használd. Tehát ne tanuld, hanem használd. Mit jelent ez? Nagyon sokan hosszú évekig csak tanulják az angol nyelvet. Iskolánban, gimnáziumban, nyelvtanfolyamokon, főiskolán, teljesen mindegy, hogy hol, teszteket, dolgozatokat, próbaérettségiket és szódolgozatokat írnak, jobb meg rosszabb eredménnyel, de nem használják az angolt, nem használják az angol nyelvet, nem beszélnek. Tehát nem mesélnek el egy jó sztorit a haverjaiknak angolul, nem beszélik meg a Trónok Harca aktuális epizódját angolul, nem vitatkoznak kocsikról, vagy videójátékokról, vagy trendekről angolul. Persze én tudom, hogy lehet szókártyákat és nyelvtani szerkezeteket tanulni reggeltől estig, látástól vakolásig, de hogyha nem használod a nyelvet, akkor az egésznek az égvilágon semmi értelme nincsen. Tehát ezen a helyzeten akkor tudsz változtatni, hogyha az angol nyelv használata, tehát az angol beszéd, hogy egyértelmű legyek, az része lesz a te mindennapi kommunikációdnak. Igen, jól hallottad, minden egyes napon beszélned kell angolul. És akkor egy idő után sokkal jobban, sokkal bátrabban és sokkal könnyedebben fogsz megszólalni te is angol nyelven. Mondom már is, hogy hogyan tudod ezt elérni. Tehát jön a 2. pont, hogyan és kivel beszélgess angolul minden áldott nap. Tehát térjünk rá a dolog gyakorlati részére. 1. Kollégákkal a munkahelyen. Ha te egy multinacionális cégnél dolgozol, akkor egészen biztos, hogy vannak nem magyar anyanyelvű kollégáid. Lehet, hogy nem angolok, de egészen biztos, hogy a közvetítő nyelv kettőtök között az angol lesz. Tehát semmi más dolgod nincsen, mint hogy nagyon tudatosan teremts arra lehetőséget minden egyes nap, hogy valamilyen módon érintkezz, azaz beszélj ezzel a külföldi kollégával vagy kollégákkal. Természetesen én nem azt mondom, hogy minden nap le kell ülni mellé és órákig kell vele beszélgetni, mert természetesen ez lehetetlen, de minden nap egy néhány perces diskurzust le lehet folytatni egy külföldi kollégával. Hi John, how are you today? És már is elkezdődhet egy könnyed, kötetlenebb angol nyelvű beszélgetés. Elmondja vele mi van, elmondod te is, hogy veled mi van, elbúcsúztok. 2. számú lépés, diáktársak a főiskolán. Nagyon hasonló a helyzet, azt is mondhatnám, hogy ugyanez a helyzet, hogyha te egy főiskolán vagy egyetemen tanulsz. Keresd tudatosan a kapcsolatot a külföldi diákokkal, érintkezz velük minél többet, és ezt tulajdonképpen a legtöbb főiskolán és egyetemen hivatalos keretek között is megteheted, ugyanis a sulikban külön diákok vannak jelölve arra, hogy segítsék a külföldi diákokat, hogy minél könnyebben beilleszkedjenek, vagy hogyha éppen valamilyen problémájuk van, akkor próbáljanak segíteni a megoldásban. Tehát te is vállalhatsz egy ilyen pozíciót a saját főiskoládon vagy egyetemeden, és így tulajdonképpen egy hivatalos formában az lesz a dolgod, hogy minél többször érintkezz a külföldi hallgatókkal. Hidd el nekem, hogy ez többet ér a legtöbb nyelvtanfolyamnál. 3. számú lépés, a társalgási klubok. Nagyon sok városban működnek különböző angol nyelvű vagy idegen nyelvű társalgási klubok. Általában ezeknek az a jellemzője, hogy egy bizonyos havidíjért cserébe hetente egyszer összegyűlnek a különböző klubtagok, és kötetlenül beszélgetnek, vagy éppen valamilyen aktuális témáról beszélgetnek. Na most tudom, ilyen nem minden városban van. Ha éppen a te városodban vagy lakhelyeden nincs ilyen angol nyelvi társalgási klub, természetesen akkor sem kell pánikba esni, nagyon-nagyon könnyen te is szervezhetsz egy ilyen klubot, a Facebookon meghirdeted a saját barátaid és ismerőseid körében, hogy szombat délután beültök mondjuk a kedvenc kávézótokba, vagy egy gyorsétterembe, és ott tulajdonképpen kötetlenül elbeszélgettek, mint ahogy szoktatok, csak éppen angol nyelven. Nagyon fontos, hogy ne térjetek át a magyarra, tehát aki megszólal magyarul, annak fizetnie kell egy jelképes összeget. Hidd el nekem, hogy ezen először mindenki jókat szokott nevetni, aztán amikor valakinek már a harmadik alkalommal kell a zsebébe nyúlnia, akkor onnantól kezdve már nagyon-nagyon fog arra figyelni, hogy ne szólaljon meg magyarul. És végül, bocsánat, a 4. lépés, a családtagokkal való beszélgetés. Természetesen valami hasonlót is szervezhetsz otthon a saját családtagjait körében. Például kijelöltök minden héten egy adott időszakot, teszem azt vasárnap délelőtt 10 és 11 óra között, amikor is mindenki csak angol nyelven kommunikálhat a másikkal. Azért fontos, hogy kijelöljetek és megállapodjatok egy adott időpontban, mert ha ez nincs meg, akkor el fog sikkadni az egész, előbb-utóbb újra magyarul kezdtek el beszélgetni, és az egésznek nem lesz semmi értelme. Tehát meg kell állapodni abban, hogy abban az órában mindenki angolul kell, hogy beszéljen, aki magyarul megszólal, az újra természetesen fizetni fog. Ugyanez igaz, a harmadiknál már mindenki nagyon-nagyon fog figyelni, hogy csak angolul szólaljon meg. És van egy plusz, egy extra lépés, amit szintén nagyon-nagyon furcsán szoktak rám nézni, amikor ezt mondom, de tulajdonképpen ez is ugyanolyan hatékony lehet, mint a többi, mégpedig, ha egyedül magaddal beszélgetsz hangosan. Tehát akkor sem kell hanyagolnod az angolt, hogyha éppen nincs senki körülötted. Például a nap végén 5 percben összefoglalod azt, hogy mi történt veled azon az adott napon angol nyelven. Tehát kivel találkoztál, ki mit mondott neked, te mit mondtál nekik, mi volt a meetingen, stb. 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 De nagyon fontos itt is, hogy hangosan beszélj. Tehát ne magadban próbáld végig gondolni angolul ezeket a dolgokat, hanem igenis tessék hangosan kimondani a szavakat, a mondatokat, és tessék hangosan beszélni. És szeretnék itt megosztani veled egy saját személyes módszert, ami bízom abban, hogy segíteni fog. Sokan tudjátok rólam, hogy a japán nyelven is beszélek, és japán nyelven is tanítok, és annak idején, amikor a japánt tanultam, én is nagyon megküzdöttem ezzel, hogy kezdjek el hangosan beszélni egyedül. Ugye sokkal korlátozottabbak voltak a lehetőségek, én maximum a tanárommal tudtam japánul beszélgetni, de azt találtam ki, tehát nagyon furcsa volt nekem, hogy így a tükör előtt, vagy így a levegőbe kezdjek el hangosan japánul beszélni, úgyhogy azt találtam ki, hogy nagyon szerettem a G.I. Joe sorozatot, és nagyon sok G.I. Joe figurám volt otthon, úgyhogy szépen odaállítottam, vagy leültettem magammal szemben a kedvenc figurámat, és szépen neki hangosan elmondtam japánul az adott leckét, vagy éppen amit tudtam. Tehát neked is azt javaslom, hogy jelölj ki egy tárgyat, egy figurát, egy játékot, teljesen mindegy, hogy mi az, és neki mondd el azt, hogy mi történt veled azon a napon. Nos, nagyon sokféle módszerről és technikáról beszélgettünk. Én azt javaslom neked, hogy egyrészt a változatosság, másrészt a minél több angol beszéd és kommunikációs helyzet érdekében kombináld ezeket a módszereket, és beszélj minél többet angolul a barátaiddal, a kollégáiddal, a családtagjaiddal, vagy éppen az előbb említett módszer segítségével egyedül is, és garantálom neked, hogy néhány héten belül egy radikális változást fogsz megtapasztalni az angol nyelvi készségeidben, és sokkal bátrabban és sokkal magabiztosabban fogsz angolul beszélgetni. Nos, köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy hasznosnak találtad, kérlek, oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!